Sziasztok, sziasztok, sziasztunk! A mai nap folyamán olyasmit fogunk csinálni, amit soha nem hittem volna, meg szerintem te se hittél volna, hogy csinálni fogunk valaha. Stadionokat nézegetünk. Illetve próbáljuk megtippelni, hogy melyik hol van, meg micsoda. Ez körülbelül egyszer lejátszható lesz, mivel 15 location van ezen a map. Akár nevezzük mapnak, nem tudom minek lehetne nevezni. Ebben a gyűjteményben, akkor mondjuk így. Kezdjünk hozzá, 2 perc nem lesz itt elég, feltornázom 5 percre. Azt nem szeretném azért, hogy 30 percen keresztül kolbászoljunk egy adott környéken. 5 perc valamire azért már elég lesz. Legalább csak úgy azt tudjuk megtippelni mindig, hogy melyik stadionról van szó, nem? Előre jelezném, senki ne legyen dühös rám, de fingom nincs, hogy Budapesten melyik stadion melyik például. Ez nem, hogy az ország minden pontján mondjuk. Na jó, kezdjünk hozzá. Ez érdekes lesz. Itt vagyunk, valahol egy kis lottózó mellett. Nem tűnik ez egy olyan picike stadionnak azért, nagynak se. Mezőkövesd. Ez nem volt így nehéz. Hú, Mezőkövesd hol is van például? Itt van például. Ja, itt van. Jó, be kellett lőni fejben azért, hogy nagyjából hol járunk. És itt van egy ilyen szép stadion. Ami amúgy lehet nem is stadion. Itt van Mezőkövesd Zsóri. Hú, Zsóriba voltam egyszer nyaralni. Az fasza volt, az jó feeling volt. Hol lehetünk pontosan? Itt egy dohánybolt, trafik. Lehet mégis elég lesz egy izé. Ahogy hívják, a 3 perc mégis elég lett volna így. Magic iskola... Hol van itt dohánybolt? Ez van a dohánybolt itt? A lottózó? Meg ez? Mert akkor lesz sokkal mindegy. Itt van egy Lucky Pub, egy ír kocsma. Szóval... Kavicsos út. Hát akkor miért nem betonozzák le? Hát... Most... Logikailag... mennyire hosszú ez az út? Ez lehet, hogy nem is az oldalas része, hanem a hosszában része, de elmegyünk arra. Jaj. Ez itt a stadion, micsoda? Nem is ez. Mezőkövesd Zsóri stadion. Ez így az egész egybe gondolom. Az meg egy ilyen zárt kapus valami, vagy... Hogy hívják? Nem zárt kapus, fedett pályás. Oké. Okay. Nem vagyok sokkal előrébb. Itt valahol elfogy az út. Nem, itt fogy el az út, ahol vagyunk jelenleg. Nem úgy tűnik nekem. Akkor mindenképpen le kéne magam raknom a másik oldalra. Vagy a kavicsos útra. Itt a dohánybolt. Itt a cigarettát vásároló hely. 5:30-tól este 9-ig van nyitva hétfő-kett szerda. Csak mondom annak, aki arra lakik, hogy tudja pontosan, hát ha... Ne is nézzétek meg a Google-ba, hanem nézzétek meg ezt a videót mindig, amikor nem üteszetek be. Ott van kiírva. Oké, akkor dohánybolt, dohánytrafik. Akkor ez itt vagyunk most. Állj meg. Lerakom, ahol voltunk pontosan. Nem olyan messze a trafiktól, de azért nem is annyira közel. Nagyjából... ennek az épületnek így a közepe környékén. jól izé. Elhúzom az időt ezzel. Lerakom magam ide. 18 métert értem. Micsoda? 2 pont levonás 18 méterért. Anyátok. Nem lesz tökéletes pontszámunk, most már biztos. Pedig gondoltam arra, hogy lehetne akár az is. Na hát ez ilyen Budapest gyanús. Aréna. Árkád. Árpád híd. Milyen aréma? Grupama? Figyelj, hogy ez melyik focipálya egyébként. Stadion, bocs, focipálya. Ki mond ilyet? Mi van írva? Jegypénztár. Nem nagyon vágom, ja. Ja, a grupa, majd az melyik? Meg hol van? Ja, aha. Így már tisztább egy fokkal mondjuk. Menj már közelebb. Ez akkor a Fradinak a... Nem lehet bemenni oda? Oké, és az hol van? Valahol itt, valahol, majd meg lesz, van rá annyi idő, mint a pöcs, Dohány utcai zsinagóga.
Sárkány Center. Ott jártunk párszor, meg a Ázsia Centerben is, meg mindenféle centerben. Ferencváros. Hol a Ferencváros? Hol a Ferencváros? Na, hol a pöcsömbe van? Várjál. Egy stadion az szép nagy. Nagy helyet elfoglal általában. Szóval valahol egy nagy helyet. Itt egy nagy, nagy üres hely van, itt nincsen stadion. Miért? Akkor ide építenek egy stadiont. Legyen már még egy itt. Ez így nem pálya. Más tudom, hogy hol van a határa a város résznek. Hol lehet itt kéne lennie, nem? De itt volt így a főút. Így szemre egyébként így ezt például pont tudom, mert sokszor elmentünk mellette, elmentem mellette ilyen-olyan formában. De hogy pontosan hol is volt, bassza meg? Olyan rég jártam Magyarországon, és ez nem igaz annyira azért. De rég jártam úgy Magyarországon, hogy erre felé. Na hát. Gubacsi dűlő. Fú, de ez azért lesz, hogy rossz videó, mert tiszta idegbetegek lesztek, hogy nem találok meg dolgokat rajta. Meg egyébként nem lett tökéletes pontszám, akkor nem mindegy. Megtudtuk, hogy melyik stadion nagyjából hol van, azt akkor lerakom ide, azt jó van. Most benne van a vasútállomás közepén. Most nem, hát kit érdekel? Hülye stadion. Buddhista felekezet. Mi nincsen kiírósóval? Vagy csak mi nem látom, hogy ki van írva bárhol, inkább így kéne fogalmazni lehet. Jó, 5 perc ott csak meg lesz, hát most grupa ma. Ja, grup, bazd meg. Lehet amúgy, nem is, lehet, hogy F10 is, de lehet, el van téve bazd meg a város másik végébe. Sasad, holokauszt, az volt az, nem? Minden stadion egy holokauszt memorial center. Na jó, sok ökörködés van, és kevés keresgélés. Jó, mert most már nem lehet tökéletes pontszám, ezért nem érdekel annyira. Jó? Labdakert, sportklub, ez mit jelent? Mi az, hogy labdakert? Ez nem tudom, labdaház? A jó kis francia labdaház, amit nem tudom miért fogytak labdaháznak. Tudom, hogy ballroom, azaz bálterem. Bál, ball, labda. Mi van? Mindegy. Elpofázom itt a hülyeségekkel. Lerakom az illatos útra most, csak hogy legyen valahol lerakom, mert néha elfelejtem lerakni. Nem fogjuk megtalálni, bassza meg. Mi a pöcs? Még ezt így magasabb is látni kéne, nem? De FTC2. Itt van amúgy. Utánpótlás centrum. Népligeti tornacsarnok. Oké. FTC atlétikai pálya, uszoda. Melyik irányból vagyunk, először azt is meg kéne nézni. Hogyha ránézek a stadionra, ez így nagyjából délre van, de először lőjük, hogy mi hol voltunk az előbb. Vaj, hol, mi a... Itt van az a... Lulu. Lili. Szerintem itt voltunk valahol egyébként. Népliget! De pontosan melyik irányba? Még a grupa ma, bazd meg, ez a kis pöcsös? Mert hogy oké, nyilván ez, nem erről van szó, de hogy ez itt ez, akkor ide rakom, az jó van. Jó, itt van író hülye. Akkor miért ide raktam? Ez hogy jön ki? Fradi shop. Nem baj, kit érdekel, ott voltunk. Nem jó ez a videó. Puskás Ferenc labdarúgó, labdarúgó, jó van. De akkor most vagyunk felcsúton, mi a fasz? Oké. Nem szabad hozzáfűzni semmit, mert neked annyi. Még nem ocsúttam fel. Most pont benne vagyunk a stadionban, hova rakjam le ezt a szart? Falusi Tesco. Nem lehet átváltani nézetbe egyébként? Mert az amúgy sokat segítene. Felcsúti temető. Nem ott vagyunk végül is? Kb. Ott is ennyien vannak. Na. A tök
könyv tudja, itt konkrétan hol van, itt van a Puskás Akadémia. Oké, okay. Pancho Arena. Hol rakjam be? Nem látom a cuccot, nem látom az akadémiát, nem látom a magának a stadionnak a körvonalát, akkor berakom ide, mit tudom én. Bent volt a közepébe. Hogy? Hol van a stadion? Itt egy út. Akkor hol a stadion? Akkor ez így van? Vagy mit tudom én, hogy van ez? Mindegy. Jó van. Duna Tatabánya. Tatabánya. Sporthotel Teodóra. Vagy ezen az oldalon van, vagy mi a fasz? Oké, hol van a stadion? Vagy mi? Teodóra Ásványvíz. Hé, Dóra, hol a Teodóra? Duna FC Tatabánya. De ez most mi? Azt mondom, a stadionokat nézünk. Rosics Gyula stadion. Aha. Oké, és hol a stadion maga benne? Hátul valahol? Tetebénye. Jó van. Na, itt találd meg. Dunaháza. Vagy mi? Találja meg itt a stadion, mi? Anyádat! Biztos bent van valahol a közepében, nem? Stréber, Újváros. Tatabánya posta, a vértes agorája. Szeretem az ilyen neveket, Via Ferrata. Nemzeti adóhivatal. Dózsakert. Túl hosszú, hosszú kás ez a szar. Mint Tatabánya. Aki Tatabányán lakik, az egy szar. Nyugi, tudjátok, hogy viccelek. Aki meg nem tudja, az nyugodtan jelentsen fel. Ezek után, hogy felcsúton gúnyolódtam, már mindegy, nem? Árvíz tűrő tükörfúrógép. Lehet ezt megvágom egy picit, de nem biztos amúgy. Attól függ, hogy mennyire lesz a későbbiekben unalmas. Inkább nem találom meg azt, ahová kell pakolni, csak ne legyen unalmas a hülye videó, ugye. Ez benne szokott lenni. Sok esetben inkább elsietem meg ilyesmi, hogy ne legyen az, hogy kevésbé legyen szórakoztató mondjuk esetleg, hogy felmerülhessen annak a... Hogy hívják? Ja. Annak a lehetősége, hogy egy kurva unalmas szar legyen belőle. Meg tök mindegy, alapból is lehet egy kurva unalmas szar, tudom, hogy... Meglepően sok ember szereti. Nemzeti adó és vámhivatal. Az rajta van a térképen instant, de egy hülye stadion az nincs, pedig a stadionok fontos dolgok ebben az országban. Abba az országban, bocs. Akkor mi nincs rajta? János forrás. De mit vagyunk fenn a barlangban? Lehet, hogy amúgy azt kéne csinálni, jobban szétnézek és úgy nagyjából meg tudom belőni, hogy most itt alsó gallán vagyunk, vagy Bánhidán, vagy mi van. Ó, mekkora hülyeség ez. Grosics Gyula stadion. Valószínűleg itt vagyunk. Valahol. Hogy nézzem. Hogy nézelek! Jányom. Hogy megy ez befelé ez a szarút? Nem tudom el. Nem, pont nem látok be normálisan. Ez most itt egy, ott van az... Mediocre. Ezen az oldalon található a tatabányai sportklubnak a zászlaja! Nem ezt akartam mondani egyébként, hanem ezen az oldalon mit található? Itt is egy út. Az utakat... Na. Az utakat kell nézni, mert itt van egy út. Hogy... ez csak egy ilyen parkolóház. Hol van egy parkolóház? Itt a sporthotel Tatabánya. Oké, most akkor visszarakom magam mégis pontosan oda, ahol voltam. Tatabánya sporthotel. Annak voltunk szerintem így az alsó leágazásánál. Elég már. Akkor itt vagyunk itt. Jobban rázumulok, hogy biztosra vegyük. Szent Borbála úton vagyunk, hogy tudjuk jól pontosan néző. És akkor itt vagyunk. Szent Borbála úton a sporthotel Tatabányában szemben. Négy méter, tévedtem. Hogy? De az úton vagyunk rajta. Akkor még kellett van odaraknom? Be a bokrosba, vagy mi? Nem értem. Oké. Ez micsodi? A felcsúti kisvasút mellett lévő alsó potházi fagy. Mi van? Mi van leírva? Hazai pénztár. Jó. Ebből nem derült ki túlzottan sok minden, hogy hazai pénztár. Nincs valami kiírás, hogy kérem szépen ez itt a Pöttypöröty stadion, a Pöttypöröty út mellett, a Pöttypöröty valami.
Meg kell kerülni az egész kurva házat, hogy meg... Ott volt valami tábla kiírva, de most már nem megyek vissza, nincs kedvem. Melni lakáshivatal. Mi? Fédra apartman. Siófok. Akkor a siófoki tornaklub lehetséges itt. Akkor siófok. Nem tudok jobbat. Nyilván ott vagyunk, csak hogy pontosan hol leszünk. Siófok az egy ilyen hosszú szar. Minden város egy szar, ezt már tudjuk. Ezeknek a videóknak köszönhetően Balaton, Kiliti. Ez is hozzátartozik? Vagy hogy működik ez? Siófoki Kiliti repülőtér. Soha nem voltam Siófokon, alapból a Balatonnál se, jó nagy magyar vagyok. Ez nem úgy tűnik, mint egy belvárosabbi rész lenne, hanem így valaki innen a legszélin. Édenkert panzió. Az jól hangzik. Biztos kapunk ott egy évet. Oké, ötös fogat étterem, pizzázó, Pannonhalma, Tesco, Shell. Itt van egy CBA, vagy mi a fosom, nem? Nem. Visszarakom magam, ha voltunk, nem keresgélem a helyszínt, nincs hozzá kedvem. A stadiont akarom látni. Mégis kiírva egyébként, hogy mi ez? Vagy ez nem is a stadionnak a... Hát nem úgy néz ki, ezért mondom, hogy nem tudom. Új temető, azt hiszem, ott vagyunk. Lidli vendégház. Olyan hosszú minden... Mi nem lehet úgy építkezni, baznak, hogy normálisan, még ilyen hosszan. Minden hülye tóparton van. A Zamárdi. Az már nem Siófok. Hova fér be egy stadion? Ide például. Brigitta vendégház, apartman sós, Orsi vendégház. Itt minden egy vendégház, csak azért, mert Balaton. Az emberek olyan egyszerűek. Meglátok egy nagy tót, az már rögtön izé üdülőbe az meg. Na nem így van, dehogy nem így van. Ez nem azt mondtam, hogy ez egy hatalmas nagy probléma, hogy ilyesmi, hogy valaki megszólal. Csak mondom, hogy ez milyen egyszerű dolog már egyébként. Látsz 2 méteres vizet, azt már ott egy izőt kell építeni, vendégházakat. Menj, minden egy vendégház, hagyjatok már! Ki megy ide? Mi az, hogy Balaton? Mi az, hogy tó, meg tengerpart, meg ilyenek? Balaton szép lak, Fokihegy. Siófoki óriás kerék. Ez biztos, hogy nem lesz meg, mert most látom. Hotel az úr, ahol az úr, az úr. Balaton Kiliti. Szerintem itt lesz valahol egyébként, ha tippelnem kellene. Valami ilyesmit. Balatoni Vasas SE. És ez volt? Szerintetek nézőségek? Ez? Nagyjából éjszak felé nézünk, mikor ránézünk, nagyjából, akkor olyan, mintha itt lennénk. Itt van hátrafelé egy út a Pipitér utcába? Hívd meg Pipitért egy táncra, Samu. De szerintem ez nem az a csarnok sport egyesület egyébként. Biztos hiszem, hogy nem ez az. De ide raktam, mivel ezt találtam meg. Minden ilyen zöld területet meg kell nézni, Blaha Lujza temető, értem. Kellegusz, Siófok KC, itt van egyébként, KC. A KC-le. Ez a KC-le? Most nagyjából középen vagyunk, nem? Siófoki esti, hát nem igazán tudom eldönteni. Ugye magának az utcának a közepén. Hát ugye nagyjából mondhatjuk egyébként a Déli Báb utcában. Ide, erre. Akkor dadogj. Megint most belakom így hátrébb. Hátrább. Az agarakkal. Van neked agarad? Na jó, van, elég volt. Hány kurva... Meg a KC, ez nem biztos, hogy futballklub, meg K, nem FC. Mi ez itt? Hát ki sincs írva semmi, Révész Géza utcai stadion. Ennyiből, most lehetett volna ennyire izé is, a ceplázom. Mindegy, pöcsöm. Finish! Game finished, well done my friend. Most benyomom még egyszer, csak az, hogy ugyanazok fognak jönni, lehetséges. Megvan az esés, leveszem az időt, mert ez sok. Maradjunk a 3 percnél. Nem olyan konyú kideríteni. Hülye kocsog. Mi a szar van itt? Úgy tetszik nekem ez a környék egyébként. Valamiért nem tudom. És még én nézve, esős kis itt az időszak. És hát, mintha vihar közelítene mondjuk. Van itt-e valami kiírás?
Mi alapján kéne eldönteni, hogy ez micsoda? Fenntartott parkoló, hát ez... Mi van a parkoló, ami nincs fenntartva? Majd nyilván értem, hogy mi van kiírva, nem arról van szó, hogy nem értem. Csak... A bácsi... Éppen tologatja a biciklit. Na, told el a biciklit. Na most kattintottam, miért nem mész? A kisasszony sétál az utcán. Az út mentén. Vajon melyik út lehet ez, melyik városban? Ott vannak táblák. Hol, hova lett a táblám? Ábrahám. Élő póker. Szeged. Ez jelenthet valamit? Vízi Sport Egyesület. Igen, ki mondta azt, hogy amúgy focipályák? Oké, ez a Vízi Sport Egyesület. Ez meg itt a stadion. A stadion. Most nem rosszból, de mondjuk, ha ez stadion, akkor... Akkor minden az. Nem is lehet benézni, nem is arra vagyunk. Hol a pöcsön, milyen helyen Szeged, valószínűleg? Na hát Szeged most akkor. Akkor Szeged. De az abban azonban is valószínűleg valami kisebb stadion, nem pedig a szegedi futballklubnak a stadionja, Dózsa Sporttelep. Lehet ez az. Nem, mert ilyen főút ment el mellette. Azt figyelembe kell venni. Temető utca. Tisza. Hát biztos nem a belvárosban volt. Ezt se hiszem, hogy az lenne. Szegedi focipálya. Ez is lehet még ennyiről, mondjuk nincs, nem megy el mellette ilyen... Hát ez nekem egy ilyen főútnak tűnik, ilyen... 24-es főút, vagy mi a fasz ez? 24, megkeresek a 24-et. Reméljük segít. Ez a szám. De nem úgy tűnik egyébként. Lehet nem. Mit nem? Mi az a fűvészkert itt? Mi az itt? Aki Szegedi, mondja meg, hogy ez mi ez? Tök jó kis konstelláció, ha... Hol a 24-es valami? Mintha itt kéne lennie olyan. Ja, itt nincs kevesebb az időm, elfejtettem. Akkor most melyikhez rakjam le magam hirtelen? Á, pöcs magyar. Az jobban annak tűnt, de egyik se lesz az. Vagy lett mégis az? Végülis nem oda mentem, hanem kijöttem onnan, nem? Ja, ott volt fenn még egy... Tetű! Mindegy, a város megvolt. Annak is örülünk már itt. Nem túl magasak az igények. Az elvárások. Bezumolunk. Horvát papír hulladék. Raiffeisen Bank. Cipő. Gála eszközök. Most csak 3 perc, most nem szabad annyira eltökölni, hülye. Mert így nehezebb. Mi a szar ez? Erre közelebb van a bejárat, vagy mi? Aló. Mi? What? What a story, Mark? Milyen foci klub ez? Valami esel gyömrő, vagy Mi? Gyömör? Gyomor? Mi van? Gyomor. Gyirmót. Györmöt. Micsoda? Gyirmót. Az? Gyirmót? Az mi? Mi van a stadion egy ilyen random városban? Vagy falu, vagy mi ez? Meg ezt miért nevezünk stadionnak, ami amúgy egy focipálya? Lelátó sincs, vagy van ott a másik oldalon? Van valami. Gyimrót, vagy gyirmót, vagy mi a szar? Nem Románia, mit Romániát nézem? Oké, ez hol van? Gyirmót. Most hallottam még ilyen városnevet. Nagyon ilyen izé neve van, ilyen Cegléd, Szolnok, amúgy Gyirmót. Na hát, oké, mit tudom, most ez randomság lesz, mint az őrület. Gyirmót. Miért vannak ilyen nevű városok, vagy faluk, vagy községek, vagy Sárospatak Győr mellett? Még erre gondolhattam volna, akkor mi volt a neve, most már rázumolok. Menfő úti focipálya. Mi? Akkor mi az, hogy Gyirmót? Vagy az mi volt? Az a Győr valami volt? Gyirmót. Győrön belül Gyirmót rész.
Köszi, ez hasznos nekem egyébként. Ajajajajajaj. Ez volt az előző videó végén, de mivel kiléptem, ezért nem tudom, hogy ez mi. Fűnyíró ember. Ő biztos tudja, hogy hol vagyunk most, nem? Hát csak tudja, hol van amúgy. Csak tudja, hol lakik a fiatal ember. Néha ránézek az órára, megnézem, hogy hogy megy a felvétel, milyen jól megy, meg ilyenek, mi? Ez mit jelent, hogy milyen jól megy? Mit tudom én? Szép jó használatom 15%-os. Vendégbejárat. Csuklok. Munkácsi motel. Jaj, bocs, hogy ásítok. Nézzük csak a lányokat. Na, sziasztok. Vendégszurkolók, de ne azt írd meg, hanem azt írd, hogy hol vagyok. Gyömrő utcai túrós batyú. Menj már a picsába. Milyen város ez? Békés Csaba 1912 előre. Mik ezek a kocsi? Automobil Körös Kft. Békés Csaba. Hát akkor valószínűleg Békés Csabán vagyunk. Nem Bukaresten, vagy Bukarestben, hanem Békés Csabán. Nem értetek egyet ezzel? Kinek beszélek ilyenkor eljátszom magamnak, hogy én vagyok a valaki, vagy mi a fasz? Békés Csaba. Ez itt nagyon stadion. Hát akkor nem, csak egy nagy fehér, hogy mi a faszom. Millennium Liget. Munkács várán van egy, jó, hagyjál. Minden zöld területet megnézünk. Kertészautó. A Berényi út mellett a Kertészautó Kft. Rendben, értem a barátok közt utalást. Egyébként, sajnos valamiért. Tabáni evangélikus temető. Hol lehet ez egy... Ez. Formula Service, az én formányos autók vannak? Mi az, hogy mindez van egy random megjegyzés a gyereknek? Tesco, villanymotorok, Mikkel tér. Mikkel! Nem kell semmi, de Mikkel! Nem kell semmi mondom, de Mikkel! Hol lett ez a szardarab? Valami nem írja ki. Hol tartózkodunk jelenleg? Mutasd meg kérlek, Bárányút. Mik ezek az egyforma izék megint? Nagyon-nagyon egy a hangulat. Egy a móka, egy a hangulat. Százlábú. Százlábú, ez micsoda? Nem érdekel, hogy mi ez a százlábú? És jó, leraktam oda izét. Jamina pálya, ide rakom akkor. Jamina pálya, ez mit jelent? Mi az, hogy Jamina pálya? Sok minden nem értünk. Békés Csaba 1912 előre sporttelepe. Aha. De én hátra szeretnék menni, szóval ezért raktam rossz helyre. Ez már volt az előbb, szóval ezt így nem csinálják meg még egyszer. Azt tudom, hol volt ez az előbb, várja már. Most anélkül, hogy elmennék, bár meg tudnám tippelni, azt hiszem, ez Siófok volt, nem? Nem, az nem ez volt. Na, eddig tart a gondolatmenet, eddig tart az eszem, szóval most simán kezdhetném újra az egészen. De ezt pont eltaláltam, nem? Hogy pont ráraktam oda, ahol kell. Mindegy, Balaton SC. Ezt majd raktam oda, baszki. Akkor ez volt a Siófoki, mégis jó van. Egy a szív a gondolat, Paksi Sport Egyesület. Szóval, azt mondjátok nekem, hogy ezen a helyen lakik a Paksi Hapsi? Szart. Lefárasztom magam most nagyon egyébként az a helyzet. Vajon mi lehet ennek a helynek a baja? Hol van? Pécs. Paks. Már annyira bezumolt, hogy megzavarodtam hirtelen. Paks. Paks, paks, paks. Elpaksizlak. Nem, popsizlak. A... Atomerőmű sporttelep. Az amúgy nem rossz. És ez mi a neve ennek a helynek pontosan? Paksi Sportegyesület. Akkor ez nem biztos, hogy ez az. Kandó Kálmán utcán mellett. Hogy képzelik ezt? Szerintem mi itt tartózkodunk ezen a Gyenesi utcán egyébként éppen. ASMR étterem, az hol van? Oh my god. Most először lelakom, de van, lehet, hogy nem itt vagyok, hanem egy másik sport létesítménynél, mondjuk itten. Ez egy temető, mindig a temetők meg a Fehérvári úti stadion. Aha. Még egy stadion, mi?
Csak úgy. De Paksom kettő stadionnak kell lennie. Paksom. Paksom. Akkor itt vagyunk. Mögöttem milyen utca? Sport utca van mögöttem valahol. Az a Sport utca szerintem. De megnézzük közelebbrű, hát ha kírja. Kifirkantja. Nem, ez a Kirizsi? Ez a Kinizsi utca. Okay, brada. Akkor itt vagyunk. Make your guesses. 14 méter. Gyönyörű volt, szarvas Győr. Ezt jól leraktam oda. Na hát, remélem tetszett nektek az, hogy felfedeztük így Magyarországnak a csodás stadion létesítményét, a komplexumait. Jól megvizsgáltuk, hogy azt olvastam, hogy szubnautika, azt amúgy szubotika. Jó. Jól megvizsgáltuk a Hungary-nek így a tökéletes állapotban és minőségi stadionjait, amikre amúgy szükségünk van, hogy azért kompatibilisek legyünk a világszintű futballal. Manapság meg aztán főleg, hogy azért már Európa bajnokság lesz, meg világbajnokság, meg a Ferencváros az nyomatja majd, pont tegnap volt mondjuk, mindegy. Szóval a Ferencváros meg a Bajnokok Ligájában tartózkodik. Azért manapság ezekre szükség van. És ez mindennek köszönhető. Végül csak megtörtént, ami meg kell történnie, csak igaza volt a főnöknek. Szükség van ezekre a stadionokra, és hirtelen mennyivel jobb lett a magyar foci, ugye? Szóval nem tudom, mit sírtok, kit érdekel a kórház meg, hogy meghalnak egy csomóan. Még stadiont, és akkor még jobbak leszünk, és az is lehet, hogy legközelebb majd meg is nyerjük a BL-t. Szóval még egy stadiont kérek mondjuk Pécelre, egy kurva nagyot, egy ilyen 60 ezer férőhelyeset. A másik dolog, amit szeretnék, azt a Baracskára szeretnék egy 50 ezer stadiont, és a Bugyira természetesen szeretnék, hát igazából a Bugyit szerintem, azt a várost, vagy falut, vagy nem tudom mi ez, ezt szerintem inkább tüntessük el, mert hát mindenki azt szeretné, hogyha eltüntetnék a Bugyit a lányokról. Sziasztok!